Emlékezzél meg irgalmasságodról, Urunk Istenünk, és örök oltalmaddal szentel meg híveidet, akik számára vére árán szerezte a húsvét szent titkát, a te fiad Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Íme szolgál diadalmaskodik, fönséges lesz, és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Ami sokan elhozattak látván, hisz oly végtelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata. Úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni földjéről, és népen bőnei miatt halálra sújtották. A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álmosság nem volt szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetörje a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja a világosságot, és betegünk megelégedéssel. Sokakat megigazoltak tehát lesz szolgál, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért hozzám részül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek zsákmányai, amiért életét halálra adta. És a gonosztevők közé sorolták, noha sokak népét hordoztak, és közben a bűnösökért imádkozott. Ez az Isten igéje. Befejeztével pedig örök közösséget szerzett azoknak,
akik megint engedelmesek.
Oh,
Thank you.
amikor megkorbácsolták sok vérfeszületet. Mindaz a kínszenvedés, amivel végül ott volt a kereszten, biztos keresztre feszítés, ez egy szörnyű kivégzés volt, ami úgy öli meg a keresztre feszített embert, hogy megfullad, nem tud levegőzni, ahogy ki van ott feszítve. Csak úgy, hogyha a lábánál megemeli magát. És ezért kegyetlen módja a kínzásnak ez. Egy nagy szöget átütöttek a láb csontján az embereknek, ami nagyon-nagyon fájdalmas volt. Ezért, hogyha levegőt akart venni, akkor azon a szögön kellett, hogy nyugodjon a súlya, az, hogy föltornázni magát, hogy levegőhöz jusson. Ez nagyon fájdalmas dolog volt. És ebben a fájdalomban emberek voltak, akik napokig küszködtek, mire meghaltak. Jézus viszonylag gyorsan halt meg. Ő nem küzdött a halál ellen. Ő jött, hogy teljesítse az Atya akaratát. Mégis ebben az utolsó pillanatban egy nagy erőfeszítést tesz. És a fájdalom ellenére föl emelkedni a sor, hanem hogy beteljesedjen az írás. És aztán odahoztak neki ecetet. Ecet az megsavanyodott bor volt annak idején. Ez volt az ecetjük, nem az a fajta ecet, ami kaphatunk a boltban, hanem a bor megecetesedett. És azt egy szivacsnak mártattak bele, és azt hozták, János Evangélium is azt mondja, hogy izsókkal emelték föl hozzá. Izsók volt az a nemény, nem nagyon alkalmas arra, hogy dolgokat tűzzenek rá és magasba emeljenek, hanem az a nemény volt, amivel Mózes által az úgy parancsolta az izraelitáknak, hogy a bárány vérét az ajtófélfára tegyék, mielőtt a halál angyala átvonul Egyiptomon. Mindezek a szavak és jelenők, akik tegnap előtt volt, most hétfőn ünnepelték a pászkát, amikor megisszák a negyedik kehely bort, azt mondják, beteljesedett. Beteljesedett a pászka Krisztusban. Ő az Isten báránya, ő az áldozati bárány, ő a pap. És ez a kereszt áldozat, ez nem egy tévedés. Rengetegszer mondja az evangélista, hogy beteljesedjen az írás, mert beteljesedett az írás. És mindez azt is mondja, hogy beteljesedett, amit Jézus előtte mondott. Mindez arra visz minket, hogy megértsük, hogy itt nem egy tévedésről van szó. Amikor egy ártatlan embert elítélnek és megölnek, akkor az egy nagy tévedés. Ha kiderül ilyesmi, akkor mindenki megbotránkozik. Itt van egy teljesen ártatlan ember, akit elítéltek és megöltek, de ez nem volt tévedés. Ő maga mondta, hatalomban, hogy az életemet odaadja, és hatalomban, hogy visszavegye. Ezért jött. És ebben a kereszt hódolatú szertartásunkban nagyon fontos erre felfigyelni, hogy Jézus, amikor jövünk és a kereszt előtt kifejezzük a tiszteletünket, a hódolatunkat, akkor nem egy szegény, ártatlan előtt fejezzük ki az érzelmi szánalmunkat, akivel ilyen nagy tévedés történt, hanem a mindenható Isten, aki eljött, hogy megdicsőítse az ember keresztjét. Az Isten, ő teremtett mindent. Ő az alkotója mindennek. De a keresztet azt nem ő találta ki. A kereszt az emberi kegyetlenségnek a kitalációja. Hogy lehet valaki minél jobban, minél rosszabbat tartóan kínozni. És az ember feltalálta a keresztet. Az Isten viszont jött, hogy ezt a kegyetlenséget erre szeretettel válaszolja.
Ezért van az, hogyha a keresztre tekintünk, de hit nélkül, akkor azt láthatjuk benne, hogy milyen szörnyűséghez vezet az ember kegyetlensége, az ember önzősége, az ő gőgje, mind az ember rosszasága, mind a bűnök, amiket egész életemben elkövettek, azok ide vezetnek az élet szerzőjének a halálához. De hogyha itt elnézünk a keresztre, akkor ennél többet látunk benne. Nem csak azt, hogy hova vezet az ember bűne, hanem, hogy milyen az Isten szeretete. Aki szeret, és odállatos dologról van itt szó. Mindannyiunknak van keresztje. Mindenki szenved valamitől. És ez a szenvedés, ez egy szörnyűség, hogyha nem látom semmi értelmét. Az értelmetlen szenvedés az egy szörnyűség, amit rászakad az emberre, és azt mondja neki, azt hirdeti neki, hogy az életnek nincs értelme. Teljes sötétségbe vezeti ez az embert. Hogyha találkozunk Krisztussal, és hagyjuk, megengedjük neki, hogy ő megdicsőítse a keresztünket, akkor ki fog derülni, hogy a szenvedésnek van értelme. A szeretet adja az értelmét, ez az egyetlen. Jézus maga használta azt a példát, hogy az állapotos asszony, amikor közeledik a szülés, akkor szomorú, akkor aggódik, akkor fél ezektől a fájdalmaktól. De amikor új ember született a világra, ebben a nagy örömében elfelejti mindazt a gyötrelmet. Én nem tudom, hogy milyen a szülőasszonynak a fájdalma, nem is fogom megtudni soha, de azt hallottam, hogy olyan fájdalom, amit mi férfiak nem is tudunk elképzelni. Mégis az édesanyák szívesen vállalják ezt a fájdalmat. Az ő gyermek iránti szeretetből, és ezt nem tartják egy olyan szörnyűségnek, ami teljes sötétségbe taszítaná az embert. Mert a szeretet értelmet ad a szenvedésnek. A bűn szenvedést okoz, a szeretet viszont értelmet ad a szenvedésnek. Ezért ebben a keresztfogat jelben, amit most az Úr enged nekünk, megtegyük, kérjük tőle ezt a kegyelmet. Hát a sátán mindig ez ellen dolgozik. Nehogy észrevegyem, hogy a kereszt dicsőséges. Nehogy elégyem, hogy a szenvedésnek értelme van. Mert ő a sötétségbe akar taszítani minket. És ezért sokszor, amikor az ő csapdájába besétálunk, és elviszük neki a hazugságait, akkor tényleg az ember úgy elég elkeseredett lenni a nehézségeivel, a szenvedésével. És itt jön egy ellenszer, amit az Úr ad nekünk, egy gyógyszer, amit ma magunkhoz vehetünk ebben a keresztfordulatban. Hinni ő benne, valóban a szenvedésnek van értelme, és a kereszt valóban lehet dicsőséges. Most mielőtt még oda érnénk, hogy a keresztfordulatot elkezdjük, az egyház ad még nekünk egy másik ajándékot. És ez pedig a mi papi szolgálatunk, mindannyiunké, akik itt vagyunk, az egész egyháznak papi szolgálata ez, és az könyörögni az egyházért, a világért, saját magunkért. Ez a könyörgés, a keresztények kezdettől fogva látták ebben az Úr által rájuk bízott szolgálatnak a beteljesítését. Ilyenkor nagy pénteken különleges módon végezzük a hívek könyörgését. Úgyhogy az egyetlen dolog, amit a hívek mondanak, az ámen. Én fogom mondani az összes többit. De ez nem azért van, mert ez nem a híveké, ez a könyörgés. Mindegyik könyörgésnek 10 lesz belőle, 7 része van. Az első részben, amit énekelve fogok mondani, abban előtte. Az Isten egyházáért imádkozzunk, testvérek, hogy Urunk Istenünk vezesse békében, növelje egységben.
az egész világot tartsa meg hűségben, és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessünk a mindenható Atya Isten. Mindenható örök Isten, te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad. Őrizd meg a megváltás művét, hogy egyházad az egész világon elterjedjen, és álhatatos hittel kitartson neved megvallásával, Krisztus a mi Urunk által. A Szent Atyáért, Ferenc pápáért imádkozzunk testvére, az Úristen kiváltságos erre emelte őt a püspök éremben, az egyház javára tartsa meg jó egészségben és erőben, hogy tovább kormányozhassa Isten szent népét. Mindenható örök Isten, te irányítasz mindent a világon, hallgass meg irgalmasan könyörgésünket, és tartsd meg kedvesen szent atyánkat. Segíts, hogy a keresztény nép pontviselések kormányzásával ennek a pápának vezetése alatt gyarapodjék hitben és érdemekben Krisztus a mi Urunk által. Most Csaba püspökünkért és minden püspökért, az áldozó papokért, a szer papokért, és az egyházban szolgálatot teljesítő hívekért imádkozzunk testvére, valamint Isten egész népéért. Mindenható örök Isten, szentelket megszenteli és vezeti egyházat minden tagját. Hallgass meg minket, amikor a papságért és az összes hívekért hozzád esedezünk, hogy kegyelmet segítségével mindnyájan hűségesen szolgáljunk neked, mindenható örök Isten, amit szétszóródott, te összegyűjtöd, és amit összegyűjtöttél, megőrzöd. Tekints kegyesen fiad nyájára, és add, hogy a hit osztatta népsége és a szeretet kötelék egyesítse azokat, akiket megszentelt az egy keresztség, Krisztus a mi Urunk által. Oh.
kérünk, áradjon népedre bőséges áldásod, nyerjen bocsánatot, részesüljön vigasztalásban, szent hiten növekedjen.